Hosszú idő elteltével a csütörtöki volt az első olyan nap, amikor nem regisztráltak új koronavírus fertőzöttet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elmúlt hetek adatai alapján úgy tűnik, lecsengett a járvány harmadik hulláma, így egyre több enyhítő intézkedés lép életbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal pénteken a megyeházán tartott eseményen mondott köszönetet azoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek a koronavírus elleni védekezésben. Kimondhatjuk azt, hogy vége van a járványnak, és kimondhatjuk azt, hogy győztünk. Mai ünnepség az arról szól, hogy azoknak megköszönjük a munkáját, akik nagyon sokat tettek azért, hogy eljussunk idáig, ugyanis ez nem magától hullott az ölünkbe, ez a győzelem, hanem emögött nagyon sok embernek az áldozatos, felelősségteljes munkája van benne az elmúlt hónapokból. Azt gondolom, hogy minden elismerés megilleti őket. A kormány megbízott elismerő. Az elismerés átveszi dr. Szondi Zita, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatói kórház főigazgatója. Az elismerést a kormányhivatal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye védelmiért emlékéremmel fejezte ki, melyet többek között orvosok, katasztrófavédők és mentőtisztek is átvettek. A járvány leküzdésében nagy szerepe volt annak, hogy hatékonyan működött az oltások beadatása, és sokan éltek a vakcinák felvételével. Változatlanul fel kell hívnunk a közönség figyelmét most is minden alkalommal, hogy legfontosabb az oltakozás. Nagyon sok vakcina áll rendelkezésre, sokféle vakcina áll rendelkezésre, és hogy végérvényesen maguk mögött tudjuk ezt a fertőzést, az az szükséges, hogy minél többen beoltassák magukat, és hát mindenkinek az egyéni felelősségére tudunk appellálni. Ez a vírus változatlanul életveszélyes, tehát mindenki felelősséget tartozik a saját életéért is, és környezetének a biztonságáért. A kormány június első hetétől tért át a tömeges oltásról a készenléti oltásra. Eddig 5.454.000-en vették fel a vakcinát, amelyre a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet továbbra is regisztrálni.